Megvárom a gyülekezetek, addig egy dolgot nem megpróbálok beállítani. Ebbe a jelenetbe kell valami liftes hang. Ez a klasszikus várakozó, szóval. Azt még kikeresem, addig meg itten tényleg gyülekezhettek. Szerintem így jó lesz. Van aktos reklám, Zoli kapcsolj be egy ilyen ad blokkot, szerintem már csak egy jó kis liftás zenét keresek. Szia Furka Zoltán, viszont jó reggelt! Még amíg nem jöttek itt mindannyian, addig én azt nézem, hogy milyen liftes hangot kéne beraknom majd erre a várakozó zenére. Mert ez nem az igazi. Na, ez volt az előbb. Csak mert így... Ez? Sziasztok a szett! Várakozó zenének, mit szóltok? Szerintem ez még mehet. De ez a klasszikus várakozó zene ide. Hát pedig most esik. Megnézem, hogy ez milyen lesz majd. Nem, én most konkrétan a liftes zenére gondoltam. Ja, kappa. Jó reggelt. Na, viszont akkor most már leállítom. Áldölt, ezt megszavaztam magamnak. Na, akkor sziasztok! Látom, a lényeg az itt van, a többség. Vagy még vagy a raiderös rendszer meg kéne oldanom. Ó, és egy follow! Köszönöm! Valahol vissza tudom nézni, hogy pontosan ki follow volt. Itt egy kiloka follow van. Az volt a legutolsó most. Azon kívül Calypso. Akkor ott volt Noi. Bak, kicsiket túlságosan lelóg ez a lista, elnézést. Liftes zene, nyom meg a gombot. De már, de az előbb működött az a vacak. Engem szivat a rendszer. Fakker. Na azért, csak
késik a jel nagyon. Na, te meg érzem, hogy szeret szivatni a rendszer. Na, viszont... ezt így lejjebb magamnak. Ahogy nagyobb lett a képernyő, rendben. Gomb! megérte ezt a gombot berakni. Ha minden igaz, akkor most megcsináltuk a Tier 6-os hajót. És akkor elmentek, már nincs is mit kikutatni. Tier 5-ös hajók a maximum, amit tudok csinálni. Kutatásfa. Das fa. Hajók tuningolása. Ezek a hajó típusok. És ezek is így egymás után kiállókolódnak. Érdekes, hogy nem nekem kell kutatni. Tehát, hogy egy nehezebb szintben majd az is lesz. Itt meg jöttünk vissza vadászni űrmorulakokra, én pedig... szerintem a hajót tuningoltam, a HP-ját. Ja, most az a munkám van, ugye? Aha. Csak itt felidézem, hogy mik történtek azóta. Tudjátok, hogy én is megnyomom a gombot. No, közben itt befejeződtek a dolgok. Ó, fúrosan automatizálva lett, akkor ezt a flottát küldöm is edzeni. Ó. Hát itt mi a... what is the problem? Már kéne bánni velük? Nem remélem, hogy pár kiáltója. Három nap? Oké, akkor megvan, kit küldünk ide. Na, rajtatok a világ szeme. Jó, hogy észrevettük ezt a küldetést. Hehe, egy kömbéten buktuk volna azt. Jó, pont mindent akar ez a vacak. Bár, hogy elnézem, nem látok itt űrhajókat. Minimál, oké. Doboz! Zenét hallunk. Hát... az lehet. Ignor. Na, ignoráljuk. Lehet, hogy csapda. És akkor most nagy csapatán lesz így most a világszem, hogy ezt a flottát itt visszaverik-e. Habár Tier 4-es, Tier 3-as, Tier 2-es versus mi fullos Tier 4-esek vagyunk. Szerintem meg lesz. Ezt itt kíváncsi vagyok, milyen lesz a legfontosabb része a játéknak, a murlok vadászat, az űrmurlok. Az űrhalakat levadásszuk. Hiddől vagy bukik el minden. Ki kell maxolni a Tier 6-os hajótárt. Fogjuk egymagába küldeni a boss ellen. Ami nem igaz, mivel egy valószínűleg egy ilyen flotta lesz, csak valamelyik hajót kicseréljük majd arra. Ezek meg itt kamikázni, ezek újabb űrkoromból keletkeznek. Megjön a rev. Húttam a szett. Most erről a live-ról nem késsel le is. Valószínűleg megint oké leszel. Most konkrétan ezt fog stemmelni a revet. Ki lett maxolva maximumon a rev, összesen 6-ot tudsz lőni. 6-ot. És ilyen ezereseket is abszett, tehát így. Ezek után egy dupla ezerest lősz. Mi lesz, hogyha nem a legtöbb sebzés? Viszont Zoli, te meg itt megcsapolod őket. És halljátok-e? Pont ti hármatokat sikerült összehoznom egy csapatba. Végül is ti voltatok a legelsők, ezért ti értenétek el hamarabb a 13-as szintet. Ja, és csak ti vezethetitek a Tier 5-ös hajókat jelen pillanat még.
Szóval igen, tényleg a legnagyobb flotta, őt nem lehet lassítani, őt se, akkor a lassítást most ki vannak offolva. De ez, ennek megengedhetem, hogy vagy támadjon még egyet, vagy most is lőhetem. Az a baj, hogy a körönként sebzés a Zoli körébe érvényesült volna, szóval egyet támadott volna. Thomas Ettas itt megsorolsza őket, nem kiméri őket. Viszont Dark Materiál az senki másra nem hatott, szóval Zolinak sajnos a híjét el kell nyomnia a saját magára. Akkor már csak egy maradt, 10-5-ös. Igazából így, hogy most már csak 3 10-5-ös maradt, így tényleg sok esélye maradt. Viszont ezzel még tudjuk belőle szívni a maradék életerőt is. Viszont 500-at gyógyulunk cserébe. Az azért úgy még viszonylag jó. És passzol, hát akkor sajnálom. Az űrmorlokok korszaka itt most véget ér. Mindjárt lesz egy kis hír is, tehát így visszahilleled magad. The Vampire. Vampire. Ah, az viszont kevesebbet sebez most. So sad. És még lassítani se tudjuk. Sebzést viszont lehetne rajta növelni. Viszont az a baj, hogy azt a engineer hajók tudják. Ez nagyobb acszol. És egy elnézem már duplát is. Szerintem meg szólalni sincsen ideje. Úgy szétlőjük szegény. És a második repbe se fejeződött teljesen. Hát ennyire OP-k ezek a hajók. Ráadásul a tír 6, az pont, hogy ezeknek a keveréke és még egy szinten magasabb. Nem kell üzemanyag. Aztán ki kéne még kutatni itten a dolgokat rendesen. Ja, szerintem az lesz, hogy visszamehetünk kutatni. És tudjátok mit? Jó, fullosan kimaxoljuk ezt a rendszert itt. Nem? Megnézzük, drónokat rakunk be és fullosan automatizáljuk a rendszert. Zoli, rád bízom, te vagy a tudósunk. És egészen jól is fogod csinálni. Közben itt mindjárt befejeződik az, és tudósnak kéne ott fejleszteni azt a hajót. Közben itt kíváncsi vagyok, hogy Noék hogy fogják megoldani a problémát. Egy nap odaérnek-e időbe. A Speedhez meg egy tudós kell, ő gyorsabban végez, mint én. Simán azonnal. Csak plusz 100 AP-a harcolhatnak, hogyha van elegendő drónunk. Tényleg drónokat kéne még gyártani ehhez. Szerintem neki látok itt az 5-ös. Hát nap alatt 5 drón. Ez életes. Szóval odaértek-e Noéike? Pont. Pont odaértek. És most kipróbáljuk ezeket a képességeket, és Noinak is ott van az ultimate képesség, ráadásul Morphiology is itt rendelkezik egy ultimate képességgel, és Lajos meg a toborzónk. Szóval, ja, jönnek a csapatok, ráadásul itt a heal mennyiség. Plusz meg 2 heal.
római drónok, nem drónok. Vagy nem tudom. Viszont kíváncsi vagyok, hogy először hűtött fel a pajzsokat. Ezt kíváncsi vagyok, hogy mit csinál ez a másik, mennyire lesz effektív. Ugye a három körmire aktiválhatjuk. Azaz, most Lajos Ékon van a világszeme. Ők voltak itt időben. Nézzük ezt a meditációs buffot. Azt mondja, hogy... Már találat erősítés, ezen kívül léphet új bolnai. Nézzük ezt a buffot. Ez meg rezist, de viszont egyszerre csak egy lehet. Ó, és akkor választhatunk a buffok között. Vagy rezist bónusz, vagy célzás. És tökéletes, az bármikor váltható. A hódító! Lajos a hódító. Van a olyénk? Nem, de szerintem szépen tudunk gyógyulni, és ez itt egy hole. Ami lehet, hogy azt meg tudja venni. Mennyinek is itt költ a képessége. Jó, hogy ezek tolvajok, tehát ezek ilyen renegátok. Tehát lassítás. Csak ennél van esélyünk. 35%. Kérek közben. Akkor a zene az mennyire hangos? Csak hogy azzal se legyen komolyabb probléma. Mindenki az így legyen sérülékeny ebben minden ellen. Most mindenféle debuffot megkapnak. 15% a lassítás. Szia Morphiologe estét. Hát inkább azt kéne átírnom a macskába, hogy jó estét. Csak nem mindig van este. Az ultimate képesség így nagyjából. Hát kettőt garantáltam, azon kívül van kettő, ami szoszó. Na mindegy, toljuk el, nézzük meg mit csinál. Ez a szedése az volt. És egy Morphiologe, ahogy te elnézem, te itt ennek így méltan vagy. Gyakorlatilag levettek eddig 800 HP-t. Morphi? Oké. Okay. Legyen, megpróbáljuk azt. Itt pedig hátba támadjuk. Tök jó, hogy fogja elteleportál, mögé megy, és... Hát úr, találkoztunk. Morphi. Hát nevezzük Morphira. Csak mert megkértél rá. Legyen egy kicsit egyszerű. Na, az, ez megölheti, és azon kívül talán a körönként sebzések elveszik. Most kaptunk egy ilyen... Mindenféle rezisztet. Gyakorlatilag egy ilyen egyszer használható. Morphium. Ó, az egyiknek plusz 5 diplomácia, a másiknak meg minusz 10. Nem mindent segítettünk. Meg XP. És akkor azt mondod, hogy Morphi. Nem állam, tévén követtetek. Skacok, köszi. Szinte már hihetetlen. Tényleg van egy ilyen achievement, hogy benne vagyok a tévében, kell ilyen 100 embernek egyszer közvetíteni. Ez igazságból kamu. Ti már előbb megcsináltátok nekem. Na, de akkor Morphira átnevezem.
Murphy. Így is szeneveztem. Fölhazudott nekem a Twitch, nem is az kell hozzá, hogy benne legyek a tévébe. Talán még hívhatlak titeket, akkor erre felejtem, kommandozzatok. Jó, azt nem ti fogjátok legyőzni. Ezt a tier 3, tier 4, tier 2-t viszont ti simán megpróbálhatjátok, ez jó lesz nektek így gyakorlásképpen. Ezt, ha minden igaz, akkor most már ezt is automatizáltuk, fullosan mindenki van maxolva. Ha fölflottát, akkor kérem szépen hazajönni. A végső kutatásokhoz magas szintű emberek kellenek. Először is kell nekünk ide egy gyorsítás a hibrid hajóra. Ahhoz pedig kell nekünk Zoli tudása. Ah, igen, azt láttam, Noi volt a 30-dik. Most már 31-en vagyunk, nem? Szerintem már 31-en vagyunk. Ha jól számoltam, és az alatt nem iratkozott le senki, véletlen. Tök jó. Aha. 31. Fakkeres kacok. Értem, milyen sokan lettünk. Ez így... Már nem is tudom, mióta csinálom. Nagyjából kb. 3 hónapja kezdtem, egy hónap alatt 10 kb. Mert az a durva, hogy egyre gyorsabb. Az első hónapon szinte nem voltatok. Tehát így, akkor még nem nagyon vettétek észre, hogy itt vagyok. Várj, de most pont a tudósunk dolgozik, akkor vissza. Akkor taktikust fogjuk tanulni. És akkor így egyre többen vagytok, és így gyűltök, és akkor így egyszerűen csak úgy ide téved valaki, hogy így, itt egy nagyon nézőszám, és van egy játék, ami így lehet, hogy érdekli. Akkor még kell még egy engineer bónusz, szerintem itt tuningoljuk valamelyik hajónkat. Hogy itt már a lényegesek azok megvannak, mi? Igen, egyértelmű. Nélküled sehova se mentem volna, hogyha nincs az a plusz egy néző, én még mindig itt kuksolnék egy félig meddig kivilágított szobába. És ugyanúgy beszélnek magamba. És kacok baj, hogyha magamban beszélek. Szerintem ezt itt lassan elkezdhetjük itt kielemezni. Tomaszet rád bízom két nap alatt. Megoldod. Mint minden mást, a nagy nézőszámot is, ugye? Várj, szeretném azt megtűnni, de jaj, ez itt magától váltja az időt. Elég kedves. Két nap múlva jövünk ide, le kell vadászni őket, kötelező. Azt mondja, hogy Tamaszert két nap, én három nap, engem ki lehet toffolni. Akkor... De a Zoli dolgozik ott. De ott meg furkozoltam. Kiküldjük a nagyhajókat. Oké. M2-t... Ne, hagyjuk. Végülis, ha belegondoltok, amikor itt senki sem nézett, akkor más nem hallotta, szóval akkor az magamba volt. Na, közben akkor itt ezt a relikviát kikutattuk. Na, egy kis nyersanyagot kaptunk belőle. Azt mondja, ott még egy nap, azt megvárjuk, aztán megyünk murlokot vadászni. Meg hát a Morphy az előbb beérkezik és harcol. A te ultimate képességedet még nem is használtuk. Snowy-nak meg itt vannak a buffjai, amit bármikor válthatunk. Kíváncsi, hogy van-e ilyen DPS-es bónusz. Ó, és azonnal... Hú, na a Morphy akkor... Te itten szét fogsz lőni mindenkit. Mennyi ezeknek a kitérése? 20. Mennyi a találatunk? 144. 129.
Hát mondjuk Noi az egyetlen, aki nem biztos, hogy eltalálja. De ez mondjuk már egy kicsit gyorsabb, jobb térről, ez meg semmi. Na van, aztán már neki is. Szerintem akkor jó lesz ez a resist minden ellen. És pajzsokat föltett. Egyszerre két buffot kapunk. És azon kívül még ez szépen nagyon segítségével még DPS-t is kapunk. Tehát resist, pajzs és támadás. Morfitta pedig itt nem szétölve ezt a tudósőt, a láncsára tudósult láncsa. Nehajás mindenket. Nem baj, újból meg tudom adni ezt a bónuszt, és az a legjobb, hogy ez egy körömbe se kerül. Ez egy ilyen körmentes bónusz. Aztán szerintem lehet, hogy remélem van resist a körömkétkísérlésre. Aztán nagy, hogy 0%. Jó, ezt meg le tudjuk lassítani, ezt lassítjuk. Morfin, neked pedig talán hogy gyógyítsuk ezt a hajót, sokat fog sérülni körönte. Na, mondjuk ez a OF volt. Tehát egyszerre OF tettél és partítettél. Na, azt Morfita a következő körben gyógyítani fogsz. Már szinte biztos. Utolsó hajó az pedig... Kérdez, te adja az unalmas, már körülva. Mondjuk így most. Most sajnos a mitot most nem magadra tudod el, hanem másra, megmented Lajos. Cserébe viszont itten szétlőjük őket. Aj, na várj. Kettán egy kisebb sebzés kéne, ami nem folyamatosan támadja. Nem kell most gyorsan egy pár nagyot, aztán utána végezzük ki. Kevés. Mennyi, hogyha hátba támadjuk. Az már szépen. Javány! Ez is ilyen frontális ütközés. Az szép. Itt így rengeteg szálfír van, és itt így... De ahogy sérült a hajunk. Hol? Én nem látom. A pajzsokat fel újból. És így jelen pillanat 15 plusz. 25-40%-os pajzs. Nem is olyan ütközéses féle, csak ez egy kicsikét máshogy működik. Ezt meg nem tudjuk lelassítani. Ez 100%-osan resist. A rendszerét viszont be tudjuk gyengíteni. Ha itt van ez a sebzés. A... Alatt, az is viszont ugyanúgy sérülékeny lesz minden nagyobb támadás ellen. Soha a láncsa is jöhet. Meg próbálkozik a kicsike. DPS-a vagy? Még csak... Ennek a tűzgyakuk, amit folyamatosan viszi le a HP-t, itt pedig Morphe az itt rendesen feltolja magát a HP-gyűlek. Nem majdnem full HP. Ezt nem kell most kombózni. Ja, vár, azt teszettük? Hoppá, azt teszettük. Akkor viszont gyengítsük így. Azaz, nem találták. Kivétel Lajos. Lajos szegényke elkapja az áldást rendesen. Szerintem Lajos újból elsütheti azt. Mindenki kombóz mindennel. Vagy nem is... Burkolat ellen nem. Akkor az jó lesz, hogy ugyanúgy többet sérüljön a nyavajás. Itt pedig leszedjük ezt. Ezzel kombózzuk, egy ilyen több ezeres is lehet. Na, 600, mindegy, ez több ezernek számít. Kész. Nagyon szakértem. Te is megint lejött az a bónusz. Na, mindegy. Szóval Nainak tök jók ezek a képességei.
és itt kapjátok a tapasztalatot meg egyéb extrákat. Kettő adag van. Hát ide nem küldelek titeket. Ez egy könnyű préda. Na ez! Ez már szinte egy... Ez karalábé! Itt már ő karalábék is támadnak ránk. Amiket kíváncsiság. Na, ebbe a rendszerbe semmit sem tudunk csinálni. Akkor ide jöttök fejlődni. És itt is befejeződtek a munkálatok, ami azért jó, mert akkor tudunk őrmorulokokat vadászni. Nem, mert kell még egy, ki az, aki dolgozik még. Furkozoltan, te még. Rád várunk egy keveset. Jó, most fejezted be. És akkor most gyorsan összerakom itt a másik főflottát. És itt most fogjátok és... Havajdizsé! És akkor még nanobotokat. Azt közben itt lesz előbb a csata. Karoláb... Igen, óriás karolábék támadása. Semmi? Ha, szerintem maradunk ugyanúgy a reziszteknél. Rezisztens lesz a legjobb döntés szerintem. És ezek így ügyen és bérmentve. Hamarabb, mint hogyha támadhatnának. Na, ennek a... supportot vagy a nagy DPS-t kéne előbb kiszedni. Sport. Ez még viszonylag könnyebben kiszedhető. Azt ott még van egy híl, hogyha kéne. Ez viszont kevesebbet sebezzen. Reméljük, hogy Lajos az nem szenved el semmi nagy sérülést. Nem azt mondta ott, hogy rezisztes, csak az a baj, hogy ezek ellen nem mi. Legyen egy ilyen hír, főleg most Lajos miatt lesz fontos, azon kívül Lajos pedig így fogja és egy kicsit önmagát is gyógyítja. Ó, ráadásul még jobban is tud támadni. Ó, szép. Azt nézzük, a support az kibírja, vagy ebben most bele fog pusztulni. Valószínűleg bele, mert még kettőt fogunk tudni lépni a... Joe? Ugye lehet, hogy Morphe neked majd lesz szó, hogyha nem, akkor pedig... Akkor is van AOE, tudom, hogy van egy minimum egy hatosan. Úgy kívül ez is egy AOE képesség, ez egy kicsit többet se vesz, szóval most azért kapják el, mert a szorosztályban nem tudja szerni ezt a hatosan. Tegyük a DPS-t is. Csebzés áradat. Oda-vissza. Szerintem ezek el fogják hinni. Azt ellen kéne valami. Azt ellen meg nincsen semmi a híde nagy. Mondjuk ez még segítheti azt, hogy ne találjon el minket. Aha. Meg mondtam, hogy tehát ez a két karanténti sérülés. Ez meg gyakorta már esélye sincsen ennek a szerencsétlennek így egymaga. Mint ugye villát volna, de így most már annyi sincs. És itt rendesen kapjátok az XP-t, most már 60% XP bónusszal. Fedezhetitek fel itt az űrt. Na, a Noi már is tovább lépett, és most már nem zöldfülű, hanem most már teljesen zöld, és... 11-es szintű, most már nem olyan leggyengébb. Na, szerintem ez lesz itt a DPS-ünk. Plusz 200 HP és egyéb rezisztek.
Lest ez a nagy hír. Plusz sebzés, és így csábít, de először nem inkább ezt a hírt kéne egyten kimaxolni, itt meg pont, hogy 3-mal gyorsabb lesz. Minden kis apró bónusz számít. Aki a kicsit nem becsüli, az a nagyot nem érdemli. Na nézzük, kit kéne itt elpusztítani. Karolábéval még ne küzdjünk. Talán meg lehetne majd próbálni, mert itt nincsenek olyan ügyre nagyok. Szerintem ide küldelek titeket. Pont egy ugyanolyan osztag. Viszont cserébe most... na hol van a probléma? Megtámadtak ilyen kis fackok a... pont a legfőbb területen. Na nézzük. Kiloka. Te itt abba hagyod a munkálatokat. Drónozok. És akkor Jutika, te is most abba hagyod a termelést. És akkor ti itt ketten megoldjátok a problémát. Jó, Kiloka fog menni. Ő vezet így a egész folyamatot, és akkor itt a kadétok most már sokkal távosabbak. Jó, ez jó lesz, az a kadét, hogy tud lassítani. Várj! Kicserélhettem volna őket. Vissza-vissza. Ezt elrontottuk. Kiloka egymaga nem fog győzni. Kellett volna cserélni az embereket, és hogy elnézem, ezek már sokkal erősebbek, szóval de három ember fog kelleni. Három parancsnok. Jó, Torezilla is most itt abba adja a munkát. Egyszerre hárman mentek. Jó, és akkor most... Remélhetően se rancsuk el itten. Ide. Kérjük szépen Gyutikát. Helyes. És így fullosan vagyunk. Mi az, hogy most kevesebben lettek? Biztos ütközben megijedtek. Nekik már jobb a kitérésük. Így jön, nem, viszont őket tudom, hogy nem találom el. De azt mondjuk igaz, a bomba ellen viszont nem biztos, hogy találunk. Mert ilyen gránát, hogy így lehet azért is választani. Ó, szép lesz. Mind a kettő többet sérül. És akkor itt a gránát. 100%-ig találod. Viszont lesz egy jumping rajtuk. Viszont lassítsuk le mind a kettőt, hogy megkapják. És akkor ide elkérünk egy körönkénti gyógyítást. Infekt. Azok csak infektek, szóval akkor kapja meg ő. Jó, nem kapta meg, nem baj, akkor jön a grálát. Van oda, és jön majd egy körönkénti gyógyítás, amint másik szükségünk lép Jutika. Gyuti! Gyakorta most már nem is fogy a HP-n, csak ne lesz. Most betankolja magát. Itt viszont az DPS-ot az mindjárt kihull. Ha, ezzel. Ezzel lehet, hogy... lehet. Nem jelenti azt, hogy garantálom. Az a baj, hogy a találat mennyiséget már nem egyben sem áll. Lassítsuk tovább ezt a bestiát, most jól lassul. Nem is látom, hogy mikor fogunk érni, ti látjátok? Én nem. Mindenki full HP, és csak így sorozzuk. Na, ez mit ad? Ó, az jó lesz. Mind a kettőt megkaptam, most nagyon fog szólni ez a gránát.
azt mondja, hogy 100 minimum 100-as sebzés. És nekem egy testélye sincsen megmozdulni. Szegényke. Ez a sok nyersanyag mennyiség nagyon megérte emiatt abba adni a munkálatokat. Köszönjük, hogy megzavartatok. Mondjuk 5 ember. Fogjuk rá. Viszont, hogyha már itt vagytok, valamelyik költökre rábízhatnám az egyiket. Kapja meg. Torazilla. Jó, 5 nap alatt megcsinálja. Azt. Tudunk még valamit kutatni? Na, tudunk csinálni ilyen védelmi eszközt. Ez a támadás erősítő. Találat erősítő. Sebzés csökkentő, annak egy erősebb verziója. És akkor itt vannak az érdekesebb dolgok. A Hearthstone 6 bázis HP-ja legyen több. Minimum 10-es szint, és jó sok minden, de meg 13-as kell. Ez meg csak egy taktikus fog kelleni. Kiloka azt mondja, hogy te 4 nap alatt fogod megcsinálni, akkor te rábízzuk. És akkor az, aki most szabad, az Gyutika. Hát ott lehet, hogy akkor visszaállítjuk így napszámosnak. Már a bázisunk HP és mindjárt maximumon. Vagy tudósajokat itt még lehetne tuningolni. Vagy már itt is ki van maxolva? Á, nem, nincs ki maxolva a varlok, akkor ide beállítalak. Csak hogy érezd, hogy van hasznod. A nyersanyagokon kívül is. Itt meg mind a két irányba megyünk. És megtámadtuk az űrhalakat. Levadásztuk őket. Ilyen kis kiruccanásképpen. Kivisszük a sérült fejöt, azt full HP nyom vissza, igazi nyaralás. Hawaii DJ. Engineer. Taktikus. Akkor ő az engineerük, aki pedig az engineerben sebez többet, az a tudós. Szóval akkor nekünk most a taktikusunkat kell gyorsítani, az lesz a legerősebb. Jellemük, de ez azt kell, hogy pont maradtunk feszedni. Tehát Tamaszett az nem kiméri a népet. Először húzzuk fel a pajzsokat. Biztos, ami biztos. Most jöhetünk fel az áldás. Mennyire él a lassítás? Jó középső, igazából sok sebzés lesz. Azon kívül, ide pedig jöhet a sötéten a zihar. Egy kis HP forrás. De azért így nem kimélek. Jó, Zoli még fog lépni egy egyszer, szóval biztosan tudja magát gyújtani, ráadásul lehet is fog neki adni HP-t. Hát a rönket tudjuk el hamarabb. Nem kell ahol a szenzor gyengítés, azt meg nem tudom máskor elnőni. Akkor itt van a másik szenzor. Nem, ez a weapon. És akkor ide egy selfie-t, instant full HP-t. És akkor ebbe egy sorozzuk. Tessék, ólom kell még. Nem adja a szemet, versik a kommandót. Tudonként már lassan véget fog érni a csata. Akkor ezt majd így lepihenni.
azt mondja, hogy ez még 800-at fog belesebezni. Tehát ez itt már halott. Már csak őt kell ölni. Írtjuk ezeket a halakat. Na. Akkor fog ezt betalálni még egyszer. Aha, helyes. És így gondoltam. Na várj, te vagy a... Aha, akkor... Akkor ő egy tank, az ellen pedig akkor a... utolsó lesz jó. Vagy egy másik tank. Ő nem kap bónuszsebb szerest. Attól még jó lesz. Igazából most már olyan kevesebb él van, hogy mindegy. Megsorozzuk. Gyerekek, amit akartok. Ami éppenséggel hamarabb megtalálok, és viszonylag sokat is sebez. Mit mondom? Volt egy sérül. Hajónk, és így full hát nem visszük haza. Nem békés kis horgásztúra. Nem kell nyersinek. Ellenbe. Gyertek vissza, kell még egy pár dolgot kutatni. Na itt viszont most már a DPS-t is tudjuk növelni. Az lesz. És akkor most el fogunk használni talán egy ultimate képességet is. Ez az ellenségre hat. Kemség, ilyenkor cseré, ez le fog innen jönni. Aha, lejön. Aha, de viszont ez így akkor gyengítette az ő sebzésüket. Találat. Ez gyakorlatilag majdnem olyan, mint most lenne egy pajzsunk. És ez egyébként azért jó, mert ezt csak akkor szedik le maguktól, hogyha gyógyítják magukat. Ami pedig annyit tesz, hogyha a supportot leszedik, akkor vége viszont a DPS-sel kezdjük. Százas, egy gyenge 400-as. És már nem is tudom, hogy nem miért. Majd az egy szár fél jöhet. Nincs több kis sírünk. Support az pedig. Ezek után fog jönni, de akkor még nem fogja meggyógyítani, reméljük. Akkor ide meg egy ilyen selfie ugyanúgy. Aha, a support még nem gyógyított, ide jöhet a heal, leszedjük ezt a két debuffot. Most szétlőjük. Nincs legyen. És azon kívül még lejjebb lehetne vinni a fegyverzetüket. Már, ide ki. Legyen itt. Berézselt, nagy hiba. Nem is most jön a nagy tüzelség. Legszebb öröm akár öröm. És akkor szedjük le a supportjuba. Remek, mind a két effekt élni fog. Ezek a nagy sebzések. Ilyet azon fel se tudok dolgozni ekkora számokat. 400. Hát az 500-hoz képest biztos sokkal több lehet. Ez meg el fogja vinni. A következő körökben meg fog halni. Vagy várnám ezt support, meg tudja magát gyógyítani. De pont még a kör előtt elvitte. Ilyen 2000-es maximális találat. Szóval.
Nagyon elszik. Viszont, hogy tényleg ez nem is még olyan hamar, ennek köszönhetően. És most vége, így hátba. A kis sunyi. Ott egy nevés tátúrról Lajostól. Na, elég erősek ezek a hajók. Karalábé. Ide. Avagy. Á, oda nem. Egy ötös karalábé. Csak a négyes, jó, itt ezeket szedjük le. Ne, így nulljon el az idő. Áj. Na mindegy, akkor ez megállította. Kutatásokat befejezte, meg hazaértek a többiek. Itt kéne nekünk akkor Championt kell még tuningolni. A Championt, mert az Engineer. És akkor azért itt az Engineert, mivel itt már ki vannak maxolva az Engineerek, azért jöhet ide valaki más is. Ninja, Hunter, a Hunter tuningoljuk. Az plusz sebzés a Hunternek. Furkozoltam. És akkor a Zoli is itt képes még. Képes lehet valamit itt csinálni. Taktikus hajok vannak itt. Hát a toborzás az mennyire értenél. Az a baj, hogy te inkább az engineer-ágon vagy. Aha. Maximális nyersanyag termelés. Vagy várj. Mamobotokat is elkezdhetnél majd termelni. Én meg mit csinálhatnék akkor itt? Mondjuk egy kicsit tuningolhatnám a bázist, hogyha cserélünk. Hova tűnt? Ja, nem megvan, hanem trónokat itt most beépítjük. Akkor minden oké. Akkor itt legyen egy kis termelés. Zoli, akkor most ten termelésre küldelek. Hogyha valahol láttak itt egy űrműrlakot, akkor szóljatok. Igaz, hogy közben ezt fogjátok látni, de nem baj. Jó, van még hír, ráadásul ott van az ultimate képesség is, hogyha kéne. Azt mondjam, van még egy-két hír, még egy hír, és a... Gyakorlatilag még a support hajó teli van hírekkel. Na, először is. Kitért, figyeljetek! Ez OP. Gyakorlatilag azt mondta, hogy nem, engem nem találtak el, mire én azt mondtam, hogy de. Szóval lehet, hogy inkább talán akkor a debuffok ellen kérnék ide egy palcsot, mivel ők nem sebeznek olyan sokat. Az jó lesz, és akkor még palcsokat. Na, szépen elkezdjük őket leszedni. Még van sok. Tehát ez azért jó, mivel körösségük kérdés kapnak. Most sérültek a mellett 100 valahányat, 301, 400-as egybe. Ha összeszámolom őket, akkor 1200. Jó, hogy tárnyomjuk ezt a hírt. Nagyon sok van itt tartalékban. Lassítás kibe mennyire. Oh. Immunus ez meg nem, tehát itt a színek azért elválasztják őket. Jó, most valószínűleg a két support, és ugye ez nem gyógyítja magát. Ha, mivel még nem elég sérült, akkor gyakorlatilag most már meg is van.
többet csapjunk. Itt megjöhet akkor az jó évesére. Na, legjobb. Nem, ha most elkezdte gyógyítani, de nem baj, akkor nem tudja gyógyítani magát. Vagy ez se. Itt lőj visszatörtön. Majd itt kell majd a legvégén egy gyógyítás. 9. Ves. Jó, ezzel a körönként kisebbzéssel meg törheti. De az is valószínűleg már csak következő a körrel lesz, tehát még egyet fog tudni lépni azok. Ez most már így mire emlékeztet. Na akkor most jöhet itt a heal, mert már akkor fullos lesz. És akkor most már csak meg kéne halni, én meghalnék a helyébe. Ó, marad egy kevés HP-val. Plusz HP. Mint így a bundás őrülésétől kapunk. Itt azon kívül... itt volt még egy kicsit... itt is menjünk. Szeretnétek, hogy itt valós itt mindjárt fejlődik. Ó, közben, hogy elnézem, itt akkor a drónokat beépítettük most már. Oké, én meg akartam nézni, de nem baj. Most a harcolhatnak ilyen hár... hogy van? 635. Mi a 35? HP-ja volt. Csak tier 3. Figyeltek, megint valami kivédi, és azt mondom, hogy nem, akkor sem kell. Így is jó. És akkor egyből leszedjük a szuportjukat. Szerintem meg szólalni is lesz ide. Hányra? Egy garantált halál. Nem szeretem ezt, így lesz, hogy az összes ilyen bombot, amit kaptunk. Jó, a DPS-sel kezdjük. Mennyire vagy reziszt? Egy is annyira rezisztes. Jó, akkor ezt az egyet megkapja. Ez a hajó még csak egyet tud így támadni. Az a hajó az a másikban van a D5-ösben. Ezt kapja meg ezt a bénitert, mert ez a többet ahol érzik. Ó, mennyit is sérülsz itt most már? 45%? Az szép. Akkor nem kimérünk. Legyünk nagyobb akkor. Az meg pont nem engedi. Viszont belassult. Várjunk egy power, és ez el fogja vinni. Azért jó, mert mindegy, hogy milyen képesség előlöm meg, mert az van itt. Legalább ez is sérült egy keveset. Most meg most ebből így immunisak lehetnénk minden ellen, majd átállítom. Később na itt. Kérem, hogy most már más legyen a képességünk. Ezt az extra korosokat én is felhúzom. Ó, és milyen jól tettem. Jó, legyünk rá, várjunk, menjünk ki. Minden egyéb extrával szembe ellenálló. Én extra debuffoval szembe. Benyomjuk azt. Van még egy face heal. És még a ultimate képességet se kellett felhasználni. Ez igazából inkább ilyen szorultabb helyzetekkor jön 8. Amit el kipróbáltuk. Mondjuk ki lehet próbálni morfinál is. De morfi, mutasd mit tudsz. Ezután mi is oda megyünk. Ez azt.
az enyémket így mindenkit csepezne a léba. És vissza is dobja őket. Jó bárkörrel. Hát ez tényleg egy ilyen életmentő képesség. Persze. Nyugodtan. Jó. Megvan. Itt kérünk egy paszt. Kérünk egy hílt. Akkor Morty tiéd a megtiszteltetés. Szúrd le őket. Hát most már visszahívom a csapatokat, mert fel kell tölteni a hílt képességeket. Az ultimate képességeket meg... Lassan kéne még kutatni is. Ó! Oh. Na, a Krull űrből jön valami. Csak nem a boss. Az mekkora. Vagy esetleg most amiket leöltünk, ott találtunk valamit. Szóval sziattam a szett. Ha ott van valami. És akkor neki most dobott ide-vissza. Na itt mi az, amit kikutattunk? Ha itt a 15... Hogy mennem az 5 drónosat. Meg... Új, de engineer képességek is kellnek. Kiloka. 4 nap alatt, hát 4 nap alatt megcsinálja. Közben itten Lajos fejlődött. Ezt a képességet itt kimaxoljuk. Közben akkor azt, itt találtunk valamit. Szerintem később jövünk majd ide vissza, majd a főflottát megkérjük. Nem indulunk visszafele. Ó, oh, kalózok és közben halak is. Na nézzük ki erre. Egy nap. És akkor Zoli, te meg itt dolgozol ugyanúgy egy nap. Mint befejezik a kollégák itten a munkát. Úgy, nem is olyan drága. Oké. Okay. És akkor Zolit is kiveszem a munkából most már. Biztosan, hogy biztos alapon. És akkor itt először a halakra indulunk rá. Na itt akkor a hajónk az még erősebb lett. És 600 HP. Közben akkor ennek az elemzése is befejeződött. Na nézzük. Tamoszett, furkozoltan Zoli. Ti akkor mentek vadászni. Meg még ezt a kettőt ki kéne kutatni. Ide kell egy engineer, tudós. Ide meg egy taktikus, egy vérbeli taktikus kell. Hát Torazillára azt szerintem rábízhatom. Úgyis tudós kell ide. Ja. Ja, ó. És gyorsabban meg is csinálja. Pont olyan gyorsan, mint Zoli. És akkor azt mondja, hogy Gyutika. Téged szedtek volna ki innen? Hoppá, lehet. Gyorsabban már több ezer üzemanyagom van. Na, hogy állunk itt a research-ökkel? Itt se tudunk meg semmi komolyat tuningolni. Artifaktokkal. Hát akkor marad a szokásos. A napszámos. Gyutika. Két nap.
Menjem is egy nap alatt végzze. Hát ezt még gyakorolni kell. Akkor a főflottát meg elküldjük ide. Mesebben nagyjából mindegy, hogy kik ezek, viszont azért lehet lényeges, mivel lehet, hogy most megint lenne egy ilyen nagy boss. Ezek után... Ez mindig be akar lopni? Ugyanúgy néz ki, csak a színe dönti el, hogy mi. Jó, legyen. Nem hiszem. Viszont tudom a szert. Szereva? Az még mindig erős. Ez egyszerre hatot dőlsz ki, és most már egy felosztósítva. Még balzsokat. Csak úgy biztos ne halljon meg ez a hajó. Ez fasz. Itt ütközös, akkor szerintem az overheal az majd jó lesz. És oda hát a relációs felszólt maradhat. Várhat még magára. Jó, még erősítsük a támadó erőnket. Már egy ilyen 60%-os támadási bónusz. Az azért már szám. És most jött a gyorsítás. Szokásos módon a revap volt a jót. Úgy elnézem a űrbe. Találtuk valami érdekeset, majd azt is megnézzük veletek majd. És akkor valószínűleg nem sokára érkezik a főbossz. Ugye lehet, hogy még ma meg lesz. Jó, ezt nem kell sebb a HP-ja. Mennyire? Jó, lassítás az bukta. Ez viszont még mindig ér. Nem kivéred. Sötét anyag. Vigyük el a maradék energiát is belőle, az összes sötét anyagot. És ebben ez azért jön le szelfi. Vissza a revabba. És reloadunk. Gyakorta csak két körünkbe kerül. Ucs, ezek már többet sebeznek. Általában. Jó, azt ugye... Van egy ilyen olé? Van. Ezt gyorsan csepezne bele. Á, ez jó lesz. Nem akad egy kicsit a lájtra az OBS, mint hogy sokat jelezne nekem, hogy néha-néha nem tökéletes az adás. Üdvös cseppben már semmi esélye, mondjuk még azon gondolkodok, hogy már is elég sok HP-nk van ott, az lesz olyan lényeges. Tulajdonképp, hogy most 300-szal a HP-n. De igen, most már egy kicsit több ez a életvesztés mennyiség, mint a korábban. És akkor nézzük, futkozoltam be, például? Persze, hogy be. 174%-os találat. Mi az, hogyha nem garantált?
Na azt remélem, hogy most már megint készen leszünk egy ilyen hatalmas bestiát. Nem? Meg akkor többet tudnék kutatni. Nem, nincsen. Sajnos. Akkor viszont őket szétverjük a kalózokat. És akkor még egyet tudunk majd tinkolni a... Ó, ez ilyen mindenféle vegyes felvágott. Világ összes renegátja. Igazságból így... szokásos. Igazságból mivel tényleg a legnagyobb fajok vannak és mindjárt maxoljuk a dolgokat. Kíváncsoljuk, hogy fog kinézni a főboss. És olyan lassítás nem fog ellen kérni. Hát megölt csak. De tényleg milyen sokat lehetett használni. Előbb pajzsokat föl. Én nem is tudom, hogy hogy nézzen ki a legvégső fokt, aki meg tud. Főbosszal. No effect. Majd valami kisebb lesz egyik le. Nem arra vaphatok rá már használni rá. Ráadásul... Most a jó szóval vagy a kétfiás. Egy ahóért vegyetek már elő, gyerekek. Meg... még el is ezzel 500-at sebet. Hú, tényleg a hírt nem nyomtunk el? A hírt. Jó, akkor most utána még meggyógyítjuk magunkat, azt úgy megyünk meg vissza a bázisra, full HP-n. Hogy már nekem itt nyersanyagot kell ilyen, hogy ott a javítatásra. Jön már, hagyjatok. Viszont a támadását lehet gyengíteni. Menjen fullos HP. És megengedhetjük még magunknak. Hát így fél HP-t visszatölt egy ilyen fullos fél HP-t. Na és akkor kaptunk egy ilyen kis gránátot. Ezt ahogy nem nézem, eddig csak a kalózoktól lehet szerezni. Aztán megnézzük, hogy mi van ottan. Mi közeledik majd a bázishoz. A 15-ös szint, ó, furkozoltan. Hallod-e? Te már egy ilyen monstrum vagy. És két pontot oszthatunk ki. Plusz sebzés, plusz sebesség. 192-es taktikai érzék. Visszamegyünk a bázisra. Akkor a hibrid hajót itt támadásügyileg erősítsük. Közben nyomok ide egy mentést. Ezúttal... külön mentést. Legyen egy külön mentés, mivel majd én szeretném azt, hogy így ténylegesen a leginkább kifúlozni a játékot, de az már inkább csak ilyen unalmasabb farmolós rész, és most, hogy nem sokára érkezik majd a fő boss, az meg majd itt majd zárja a streamet. A tudós hajók talán még nincsenek teljesen kimaxolva. A varázslót itt lehet még tuningolni.
legyen gyorsabb a varázsló. Legyen gyorsabb a varázsló. Zoli, ha megkérhetnélek két nap alatt semmiség, azt akkor még talaszetnek kéne itt valami munkát adni. Itt az engine-erek, ki vannak maxolva? Ott van a másik engine-erek, de azt annyira nem használjuk. Helyettem mondjuk lehet ez. Rábízom. Közben itt elkészültek a fejlesztések, most már 685 a bázisok maximális HP-ja, és akkor az utolsó van hátra, amihez már csak 15 ron kell. Olyan kedvéért már legyárthatnám a maradék másik két kasztot is. Simán van rányásanyag. Már az 13-as szintűnek kell lenni, hogy vezethessétek. Egyelőre hanyagoljuk. Most halmozzuk a nyersanyagot, és akkor kiloka. Hát XP miatt úgy baj jössz ide farmolni. Ez így adja az XP-t is. Jön vissza a hír. Ezt itt már teljesen kielemeztük, most egy taktikusnak kell majd kielemeznie. Lajos majd nekiállhat. Torja Zilla, te pedig, hát, megint csak XP miatt nyersanyagot farmolunk. Itt hazaérkeztek a többiek. Kikutatjuk az utolsó artefaktot. Itt van a taktikai érzékkel ehhez. Lajos három nap alatt. Morfi és Noi. Nézzük itt a tudóságot. Ott az engine hajókat kéne kikutatni, lehet, hogy akkor így ez a két engine kicsikét kevés. Ennyi tudósunk van három. És a taktikus kevés, az engineer az, ami most egy tánc kicsit több, ahogy van. Azt mondja, hogy van 1-2. Zoli az egy tudós. 3-4 engineer. Tudósból van ugyanúgy 4, és akkor 2 taktikus. Ja, akkor igazságból csak a taktikusok szívtek meg egy kicsit. Ó, és ezek itt leépíthetőek. Üzemanyag kell hozzá. Tudjátok mit? Akkor ki is kutatjuk. Azt, hogy olcsóbban utazzunk. Ezt akkor megkapja Noi. És akkor itt elkezdjük ezeket itt lehelyezni. Ezt lerakjuk. Pont a négy sarkába. Akkor ide kell majd még egy generátor, mert ahogy elnézem, rengeteg energiát szabálnak. Ezzel üzemanyag tudnám, miből lesz. Jó, és akkor el is. Jó, és akkor már csak üzemanyag kell. És akkor még morfi, te pedig itten beállsz. Hát most az engine-ereknél lehet valamit csinálni. Talán a másik ágat hagyhatjuk. És akkor itt... lényegtelen már. Azt mondja, hogy... még egy energiagenerátort. Hogy ki tudja, lesz még valami, ami kell, hát 35, most kapunk majd 50-et, és van még szabadon egy kevés. Legyen egy generátor, legrosszabb esetben lerombolunk valamit, hogyha kell. És akkor ide akkor napszámosnak beraklak újból.
De csak az XP miatt. Jó, most zajlanak egy kicsikét a kutatások. Ezt akkor itt kimaxoljuk. Most már azért fogy a nyersanyag mennyiség. Az. Nem sokára jön az is. Ide kell jönnünk. Az az anyabolygójuk, aztán majd ott fogunk öldökölni. Hogy elnézem, most űrmódulok sincs. Jó, kell még 5 drón. Itt már teljesen mindent kimaxoltunk, ez lesz az utolsó 5 drón. A hibrid hajó az most már még erősebb lett. Hogy furkozoltam 15-ös szint. Valószínűleg most téged fognak hívni majd furkozoltam végső csatába. Utána megyek én is, és azért lehet, hogy Noit, nem is biztos, lehet, hogy a gyorsítás jobban fog jönni, viszont Noit terül van itt hílekkel, meg az egyéb bónuszokkal. Zoli Hunnak is vannak itten jó képességei. Na már melyik hajó szerepét helyettesítse? Most nem. Nem, jó kapunk egy pár kadétot. Tényleg még itt is lehetnek mutatni. Ezt itt rád bízom, furkozoltam. És akkor azt nézem, hogy a hibrid hajó az sebessége lassabb, tehát support hajó nem lesz, hogyha a csatára kerül a sor, a bosszal. Jó, és tényleg van már 1000 benzinünk, akkor ide leraknám. Biztos, hogy most akarom lerakni? Ja, nincs energiám. Akkor majd, amikor megépültek a reaktorok. Ezt meddig lehet kimaxolni? Tamaszát, még így is egy nap alatt végzel. Szasszél. Most már minden full HP-n lesz. Jó, tier 5 kutatás befejeződött, na nézzük, mit lehet még kutatni. Champion, a champion flingoljuk. Nem is. A varlokkot kell. Szólja azért, nem a wizard, most már a wizard a legerősebb. De pont, hogy tudósolyot fog helyettesíteni. Ugye lehet, hogy meg fogjuk használni. Noi, befejezte a munkálatokat. Itt már teljesen ki van maxolva. Valami 4-es. Itt van a varlok. Ja, nem. Noi, te talán a közösséget törödj a néppel. Két napi munka. Úgyhogy biztos jó hangulatunk legyen. Jó, a kadétok képzése befejeződött, most már még erősebbek. Jobb tréninget kaptunk. És egy nap alatt pedig nem is ez a szakmád. Mi ez, nem értesz még, Zoli? Generátorok még mindig nem épültek meg. Most egyszer több mindent lehet kutatni. A jó kiavítási költsége legyen olcsóbb. Akár. Hogy csináljunk valamit. Na, itt befejeződött, és akkor szerintem lassan összeállítok egy olyan csapatot, akik nem kimennek majd vandálkodni. Jó, ennek az anyagnak a vizsgálata is befejeződött, akkor ezt is majd le kell helyezni, megnézem, hogy mit igényel. Ó! Na most, hogy kikutattuk mind a 4 dolgot,
Jöjjön a Krullok anyahajója. Menjünk a Krull rabolba... na. A bundás űrvéslik laborába. Ó, 13-asnak kell ezt itt kikutatnia. Ó, és akkor én fogom leidézni. És kacolok, azt mondtam, hogy le fogunk győzni, akkor le fogunk győzni. Na, ki az, aki gyorsan befejezi a munkáját? Hát. Na, Tamaszett. Kérésed számomra parancs. Megyünk kipusztítani. Ide. Jövünk egy kicsikét kutatni. És akkor annyi, hogy a kettes flottából ezt a hajót itt kicseréljük a tiédre. Champion. Ki az, aki most ráér? Lajos. Na, semmire tényleg ráér. Jaj, én itt csak értetlenkedek. Jó, a barakba a képzések itt befejeződtek. Milyen tréninget adjunk nekik még? Mi az, amiből nem kaptak eleget? Nézzük ezt a combat tréning két nap alatt. Közben, hogy elnézem, itten a... űrhal nincs. Bundás űrvéslik, mint hogyha elindultak volna erre. Még egy kutatás befejeződött. A Zoli, te itten a mágust fejlesztetted, igaz? Aha. Mágus ki van maxolva. És neked elég magas a szinted. 4 nap alatt lesz, idézzük ezt a nagy bestiát. És az alatt még itten le is írtjuk őket. Ezt nézzük, hogyha a hátat áll majd itten űrhalat. Ó, ja, készen van a reaktor, akkor viszont, oké, azt megnézzük. És akkor elkezdjük építeni mi itten a bázist. Utolsó 4 relikviát is lehelyezzük. Ide följöhet el, és egy kevéske 3000-et igényel. De meg 1000 üzemanyag kell. Hát úgy érzem, egy kicsit két kifogytunk üzemanyagügyileg. Na jó, hogy a visszaút az ingyenes. Na megnézzük, hogy ott mi lesz. Jó, nem kell még 5 drón. És már teli vagyunk drónokkal. Viszont itt a Halcyon, nem egy följebb. A Halcyon 6. Ez most kerül. Ah, nincs elegendő sötét anyag. Nem tudjuk kimaxolni. Ötös szintű ilyen füstgránát gyakorlatilag láthatatlanná válunk. Nincs elég sötét anyagunk. Szóval úgy érzem, mintha jönne be a hideg hozzám. Én is most már napszámos leszek, hát ha fejlődök. Jó, itt akkor meg elkezdünk kadétokat képezni. Why not? Ez legalább ilyen folyamatos munka. Na, azt megnézzük, hogy itt mi van. Közben ment is a játék. Jól lehelyeztük, egyébként itt lehet valamit csinálni. Megnézzük ezeket a vackokat. Plusz 150 energiát ad. A plusz sebzés és HP a hajóknak. És akkor minek építettem ide ilyen reaktorokat? Ugye 150-et ad az az egy kis vacak. Na, akkor ezt a legfelsőt itt szétszedjük. Nem kell. A hatalmi vagyunk energiával.
Ezt meg ki tudja. Ha kell majd valami, akkor azt leépítjük. Ez az ezres meg így ingyenesé teszi az utazást, mi? Na. Jó, azt mondjuk. Na, nézzük meg akkor. Skacok. Valami jön. Valami, ami nagy és félelmetes. Valami nagy és ami boss. Hoppá, elnyomtam, de ó, itt van. The final. Hát az tud valamit. Van egy másik is, mi? Another. Tehe. És akkor az most ott van a bázisunknál. Jó, itt felvesszük a kapcsolatot a többiekkel. Korzánship. Ó, kapunk egy hajót, azt én örülnek neki. Funny! Az. Dicsőség. Tőlük is kapunk egy hajót. Kill the enemy. Do it! Na, csináljuk! Persze! Nem kérdés, és akkor velük voltunk annyira jóba, hogy ott vannak a 12 kapitányom van. És 14-es szintűek. Ott a boss. Itt meg egy. Meg jönnek ide is. Ó, szép. Na, Morphy téged tovább talentelek szokásan erre a fixátéra. Meg itt a legjobb barátainktól milyen képességet, embereket kaptunk. Ez egy olyan szuport, mint Noi, csak Noinak van szuper ereje. Ez is egy... És nézzétek, hogy néz ki! Gruanon! Perfika... Kius... Gigi... G... A tudósokból nem lesz hiány. És mind ketten ugyanaz a fajta tudós vagytok, aha. TT. Na, akkor itt ezt az ágat itt kimaxoljuk. Ez a leghasznosabb. Ez lesz a gyógyító tudós. A másik az pedig lesz a DPS tudós, mivel ő egy olyan fajt képvisel, aki folyton harcol. Teljesen nyugodtan. Van még 9 pont, amit eloszthatok. Mi az, ami miért supportol? Itt van még egy pár support képessége, aha. Ezt itt kimaxoljuk. És akkor ez teljesen erre az ágra. Pajzs! Élet! Csapolás! És tudomány! 200-as tudós! És még mindig van 2 pont, amit eloszthatok. Hát akkor...
Fit. Damage taktikusba. Ez meg ezt tuningol egy fel. Jó, legyen ez és ez. Itt téged pedig akkor ugyanúgy a végig feltuningolok, csak te harcos nem fejezed a feladatosz hülyán. Te nem kapsz ilyen taktikus bónuszokat. Hoppá. Megjelent a főbossz. És akkor ez az ágla is van ott nullázva. És akkor meg tudjuk nézni, hogy majd mi ez az utolsó képesség. Remélem ez lesz a DPS növelés. És akkor te pedig itt minden olyat, ami passzív bónuszt ad. Az annyira nagyon sok bónusz nem ad. Hát ezt az ágat így ki is lőhetjük nála. Erre... ez meg csak a gyógyító képesség. Erre találték még. Speed, speed! Erre kapsz valamit? Ah, csak nyersen az semmi. És még mindig van 4 pont, amit kiosztatnék. Ja, ott van a kritik. Akkor is harcos leszel, kész az alap. És akkor ezt is így kész, kimaxoltuk. Itt egy flotta, nem az a boss. Egy flotta el akar indulni erre. Tudnám minek. És akkor egyébként egy tudós flottát kéne hirtelen összeállítanom. Akkor csinálunk egy tudós hajót 3 nap. Egyébként most tele vagyunk tudósokkal. És itt semmi újat nem tudok, semmit. Két nap. Még itt meg egy nap. Mi a meg Zolinak is egy nap. Zoli mondjuk talán... hát ha fejlődik ettől. Kérjük vissza a fő flottát, azt megnézzük, hogy... állj! Pauz! Pauz! Itt... mi ez a felkiáltója? Azt mondom, hogy átvertetek. Itt van valami. Aha! Most tudom hozzáadni. Tomaszett, ez a te feladatod lesz. Megnézzük, hogy mit tudnak. Az ott valahogy indul arra. Erre is. Ez meg csak oda, de itt is van egy. Tudjátok mit? Hol az a boss? Igen. Csináljunk egy új flottát. Hol vannak a tier 5-ös hajók? Van egy kommandónk, van egy wizardunk, és pont a tank hiányzik. Skacok! Egy pillanat, kosztüm. Tudom, most már egyel több mindent lehet belerakni. Aha. Ez ott ki lett maxolva. Itt tudnék még egy extra képességet választani neki. És akkor... ó, na mi ez az utolsó képesség? Sebzés. Az utolsó képességek. Ó! Na jó, akkor megkapja a hibrid hajó az utolsó képességét is, és... akkor én... hát Tamaszett, akkor úgy nikt el, kimaradsz a buliból. Furka Zoltán és Zoli. Kapjuk szét! Nézzük meg, mire képes. Mentünk. Megnézzük, hogy mi lesz. Lehet, hogy ezt így az idézés előtt kellett volna.
És akkor... YOLO! Hola... Á, itt van a boss flotta. Mindenki ott hagyja a munkáját. Jó, akkor előtte megállítjuk ezeket a flottákat. Akkor a boss flotta elindul erre. Igen, igen. Vár, jó. És duplán mennek így vissza. Jó. Ezeket is ugyanúgy meg kell állítani, mint akkor a legelső bossnál. Gyorsan csinálunk még egy pár hajót. Kell nekünk egy... Enchanter akkor. Nem, barna. És... legyen még egy... még egy champion. Jó. Ott folynak a munkálatok. És amint készen vannak a tír... ja, a tier 4-esek ott vannak. Jó. Ezt megnézzük, hogy mi lesz. Ó, ide meg küldhetünk egy embert, hogy bezárja, mi? A Zolinak lesz a leggyorsabb. A tudósunk a legalkalmasabb erre. Itt is nézzünk valamit. És a bázisnak fogy a HP-ja. Na, ellentámadás. Ezeket először el kell tenni láb alól. A jó kapitány nélkül? Oké. Okay. Nem raktam bele kapitány. Ja nem, persze, mert Zoli az most dolgozik. De itt vannak a képességei. Oké, okay, ez érdekes. És akkor hivatalosan is ez a tankunk. Mód szerintem először mindenkinek megneveljük a támadóját. Ó, és akkor tök jó, hogy duplán nevelünk támadót egykor alatt még többet. Kapja a láncsát. Zoli itten akkor bepajzsol minket, úgyhogy nincs is a hajón. Távolról irányítja. Még megnézem. 2000-es sebzés. Viszont meg ez így egy kivégző lehetne. Próbálnak sebezni, de így meg sem szak. A lassítás az nem fog mindenkire hatni. Akkor így mindenkit legyengítünk. De mindenkit lehet lassítani. Sötét anyag vihar. Zászló még bírja. Minden nagyobbakat lőjünk bele. DPS áradat. Jöhet egy heal. Szinte már rutinunk van ebbe. Ott kezd az a zászló így alápolni. Most ráadásul igen. Külön-külön van. És köszönöm. 25. 85%-os sebzés erősítés. Ezzel! Ennyit sebez most itt egy képesség, így az is több ezret képes. Egy AOE. Ez a szóló. Ez a sima lézer. Ez a sima lézer megöli őket. Az ütközés az megvolt. 80%-os sebzés, és ezt is tudtam kombózni. Halljátok el, szörnyetegek lettünk.
további erősítések jó, ráadásul ez még el se tűnt véglegesen. Ez meg pont a tiéd furtozoltan. Jó is. Ezt nézzük. Áh, kevés. És ebből elhasználhatnám az ulti végességből tartogatom, mert még szeretnék többször is küzdeni. Úgyhogy ne menjünk haza. Kinyit az első sötét anyag nyersanyagnak. Elértem a 14-es szintet. Ezt egy mire talenteljek. Az ütközést azt lehetne erősíteni. Bár szerintem oda már nem fogunk eljutni. Jó, hogyha minden igaz, akkor itt Zoli csinálja a dolgát. Online. Na, nézzük, mit csinálnak ezek. 50%-kal gyorsabb utazás. Az igen. És akkor minden státusz effekt ellen. Star Trek! Mikor készülnek el a hajók, inkább azt mondjátok. Ott az újabb hajó. És akkor megkapják. Grunon, te kapod meg. Most folyamatosan fogy a bázis HP, amivel itt van ez a nagy bestia. Küldenek újabb flottát, aha, és ezt itt mind be kell zárnom. Ezt itt meg... akkor fejeződik ez be. Ó, 20-asával fogy a HP. Az szép. Támadás. Vagy na, itt képes használni valami képességet. Ez mi lesz? Ja persze, ti ott most, ahol voltatok extra bolygón. Ez egy érdekes. Ezer! Ezer HP így. Oké, boss. Egyébként, ahogy elnézem, akkor Noi képessége hatott azonnal. Melyik az, amit Web-OE-ba lehet gyengíteni? Jó, Noi az nem ért így az OE-hez, viszont elég szép használt vektük, és tette gyengítve. Ezt kérem, mert ezt tudom, hogy így csúcs volt. Meg van OE lassítás, ez jó lesz ide. Csúcsból Noi jön. Majd később kombózzuk be, amikor le kell majd győzni ezt a tisztögöt. Tamasze, nem is sebez olyan sokat. Jó, most jönne a nagy kombó. Noi, tiéd a... Ó! Ez így a végére talán még jöhetne is. Ne, hílelt az avatar. Ó, Lajos megbepánikolt. Noi, ne! Szegy! Noi nélkül nincs esélyünk. Ki fog gyógyítani minket? Lajos meg a pánik miatt meghalt. Tamasz, tehát rajtad a világ szeme. 1v1 kúba, de milyen gyorsan lép ez a több. Lassítsd le. Nem tudom, mennyi időd lesz. És kitérsz. És gránátot, meg semmi más.
Az a baj, hogy mivel Noi a hillerünk meghalt, ezért... Hullák vagyunk. Voltál ott a metikus mentén? Thomas a Terminátor. És még mindig ez. Ha miből vagy? A célból? Szerintem az. Most szerintem csak kegyelmez a játék, mi ez? Azt vettem észre, tavasztat meg átszikítatot. Ez bug, vagy most csak nem akar ennyire szivatni a játék. Mennyit bírtál ki? És mennyit támadott ez a dög? Hanyagoljuk. A legjobb embereinket most így egy kicsit úgy érzem, hogy buktuk. És megjelentek az őrmorlakkok. Más nem képes vezetni ezeket a hajókat. Nem is a T-5-öst. Talán még kilokkal, hogyha elég gyorsan fejlődik. Én is azt kérdezem. Az a baj, hogy megölték Noé-t, a healerünket. Itt volt egy automatikus mentés. Hát... Elég pekkesen jöttek ki a dolgok. Mit nem mondjak? Na viszont... Viszont átneveztem most a streamet, most már ki van írva, hogy boss fight következik. Ó, viszont... Ja, most még nem történt meg ez a vacak. Zoli, egy kicsikét inkább hanyagoljuk a boss idézést. Egy kis időt kérek. Ja, viszont akkor ide rakom a mentést, konkrétan ide. Már ott volt az 52-dik. Ah, na mindegy. Ja, amikor jött a boss. Aha. Ide érkeztek, azt ott elkezdtek kutatni. És... egy kicsikét még kéne fejlődni, amit most ilyen passzív munkákkal fogunk csinálni. Méghozzá nyersanyag is fog kelleni. Tetszik a cím. Nekem is. Pont azért adtam. Mégis már mindenféle kajával találkoztunk itten, vagy nem. Ja, így már mehet. Ok.
oké, azt tudjuk, mit csinál, bónuszokat kapunk. Jó, az is 150 energiát ad egy relikvia. Oké, morfite itten fejlődsz. És akkor tovább húznak ezen az ágon. Igen. Tudod mit? Nem érdekeltek. És amint oda érkeztek, állj. Nyomunk egy mentést, kész, nincs a pelláta, itt egyszer kicsináltak minket, mi volt az? És akkor most még készülünk egy kicsikét a bossra, mert ahogy elnéztem, azért nem lesz egy olyan könnyű dolog. És akkor ezt itt, Tamaszett az egyetlen, aki képes ezt megcsinálni, felderíteni, és akkor így... Töltő eltört, de működik. Az a lényeg, hogy még működik, tudsz nézni. Jó, akkor még a boss fight-ot azt szerintem megpróbáljuk még nyitni. Ajj! Leállítsuk az időt. Nincsenek még űrhalak. Ha nem bealkalózok, azok még megint trollkodnak. Tudjátok, mit kell nekem az XP? Mindjárt kimegyünk oda, vadászunk egy keveset. Tényleg közben előre elkezdtek nem legyártani a hajókat. Azt mondja, tudósokat kaptunk. Mivel nem tier 4. Mi az, hogy tier 4? Tier 5, kérünk egy varázslót. És... kérünk még egy championt. Jó, azt erre kíváncsi leszek, hogy mi lesz ott. Gyerekek, én félek. Kicsit nagy is féltem. Oké, most... nem érdekel, mi van, azonnal megyünk oda vadászni. Mégse. Nem kéne azt a sok értesítést. Ki akarom mixelni erre véletlenül a kreálásokat, mintok. Azt mondja, hogy itten ez a hajó nem üzemel. Helyette megyünk ezzel, és mindenki ott hagyja a munkáját. Toborzás. Ja, minden. Ez itt mi? Craft 2? Ja, az is. Toborzás. Ez is megépült, oké. Most már 50%-kal gyorsabban közlekedünk, mert megépült a másik is. Jó. Oké, ezek meg voltak kipipálva, és... instant oda teleportáltam. És szétszedjük őket. Nincs kegyelem a halaknak. Tuningolni kell ezt a hajót. Tehát ha az előfeladatok ilyen nehezek, akkor mi lesz a bossnál? Mondjuk... azért... hány tírst is bírt ki nekünk? Tudtam a szett. Tonnányit. 8000 HP. Mondjuk meg nincsen teljesen 100%-osan kimaxolva ez a hajó. Jó, először ezt szedjük le. Jó, az űrharcok. És tényleg most már annyi buffot is el tudunk tolni. Tényleg? Tehát nem is állítottam, de mindjárt a harmadik, és itt a harmadik támadás. Nem olyan minden nagyon részes. Tehát így veszem észre, hogy az így lemaradt. AOE. Akkor a supportajonnak nincsen AOE-ja.
nem mindegy, az jó lesz. Akkor te most mennyit csak? 1000. Mindjárt az kicsivel több is. Na most kimaxoljuk a támadást. 85%-os bónusz. Egy ütközés, mennyit visz le? Nem közünk a nagyobbba. Hát a 6000. Ugye ezreket sem tudjuk, úgyhogy megvan ez a 3 buff. Jó, és... ó, ez ki fogja végezni. Garantáltam kinőtti. Gyakorlatilag úgy, hogy ez a hajó is buffol. Orbitális mennyiségű sebzésünk van. Ó, 2000 és 4000, mondjuk ezt el lehet érni a bosszal, ez a hajó. 13 artifakt, ráadásul még nincs is maximálisan feltűnikolva. Oké, 14-es szint. Nem kell a materiál. Ezt kíváncsi leszek, hogy mi lesz ott lent majd Noé-kkal, meg Tamaszettel. A modik. Plusebb támadás, kész. Ezt itt a self-heal. És akkor plussebesség. Na minden esetre most nyomunk egy mentést. Még egyet. És már így folyamatosan mentünk. Itt is elverjük a kalózokat. Ezzel, igen. Szágulni. Oké, Noé használja a különleges képességet, és itt maradjatok életbe! Ezt a nagy dögöt majd le kell szedni. Először szerintem lehet, hogy a DPS-t kéne akkor leszedni. Lassan level 15. Lassan, de biztosan. Mindenki a DPS-re. Asza! Meg a papucs. Ahol elassítás. Mert mi szeretünk sokat lépni. Jó, na véletlenül se halljál meg. Kapsz egy ilyen lifestick képességet. Betankolja magát, oké, perécselt, és a healer még nem fogja gyógyítani. És most kéne egy instant legyőzni. Meg bepánikolt. Lajos megint bepánikolt. Kéne itt még gyorsan leszedni. Azt a matat megittem, mint egy állat elutatatlan. Azt. Jaj, mindenkit, az szép. És támadjuk bombával a supportot, szedjük le minél gyorsabban. Final boss incoming. Gomb lenyomva. Ez itt a szárazföldi final boss. Oda kell, Lajosnak kell a gyógyítás. Tamaszát megkapod a gyógyítást, nagyon sok következő körig pihen. Ráadásul pánikolva van.
Lajos, rajtad a világ szeme. Tudasd, mit tudsz. Ott te pajzsolja magát. De final boss lesz. Csak még egy kicsikét minimális felkészülünk rá. Ez mindenkibe. Ez egybe. 69. Ez meg 50, akkor valószínűleg ez fogja megölni. Support, ki csinálja a supportot? Egy szárazföldi. És nagyon durva. Nem adja könnyen magát. Itt mindenki megkapja, nézzük, hogy fog eltérni itt a sokan. Még gyorsabbak lettünk. Ilyen kis adrenalinöket. A plusz támadás. Plusz lassítás. Most gyakorlatilag ő lassabb lesz. Mi pedig maradnánk gyorsabbak, de így nem. Lajos, bírd ki, ez parancskatona. Ugyanúgy, mint az összes többi. Egy 80%-ig lassulj már be. Ez az. És meg annyit fogunk lépni egymás után, mint állnak. Pisztolya. Jó, szeretik a pisztolyokat. Elysian 100. Hát... az ide jó. Na, a gránát meg is az. Hát kevesebb. Viszont így egymás után tudjuk spammelni őket. Á, ez jó lesz, így akkor Noi tud hílelődni. Most Noi ő egy ilyen létfontosságú elem ebbe a csapatba. Ezt kell be meghalnánk. Tényleg Noi nélkül meghalnánk. És akkor mondja, most agresszívra vált. Tehát egyszerűen tank meg. DPS, ez a boss. Wow. Epikusat vetődött hátra. Találtunk valamit, ha minden igaz. És akkor... ki van a bázisnál? Ki akarja megidézni a boszt? Szoli hajón. Jó, majd valakire rábízzuk. Rád bízom. Morphy. Te fogod. Morphy törvénye. Egyszer mindennek meg kell történnie. Nem elég magas szintű. Akkor... a hibrid hajó se tuningolható. Ah, ott még van hó. Itt már csak latyak meg víz. De akkor Murphy, akkor fejlődjön. És egyébként ez meg itt marad egy tíznek, hát ha majd kitalálunk ide valamit. Jó. A utolsó előtt még nem is tudjuk tuningolni. Na, amint hazaérünk, akkor idézzük a boszt. Megint nem raktam át a billet, pedig az egy tök jó erős sebzés. Gyakorlatilag halált okoz. Na. Akkor először is tűnik van itt fel mindenkit, sebzés ügyileg. Azon kívül mindenkire hasson ez a
gidecek. Nos lett hó. Hát akkor viszont az sem marad olyan hűde sokáig. És már csak egy olyan nem sokára el fog menni hó. Itt is. Nekem meg csak esik az eső. Csepereg. Még egy javítás. Utolsó ilyen extra feltöltés, 85%-os bónusz sebzés. És így a... Ki vagytok végezve? Ki akarja megnyomni a gombat? Pá, egy pillanat. Tam 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 tam. Annyira látszik, ott van. Az a étele az jól indult, az viszont epikus robbanás volt. Te így gyakorlatilag ledaráltad mindenkit is. Felkészülünk ilyen. Három kör alatt azt kész meghaltak. Na jó, most jön majd az igazi kihívás. Irány haza. Ez a flotta. Megy haza. Jó, itt elkészült a Wizard. Ez nem baj. Ó, Zoli az pedig itten fejlődött. Jó, Wizard az most senkié. Senki nem vezeti. Hogy később kapja meg. Zoli, te is 15-ös vagy. És még sehol se tartunk ezen az ágon. Plusz 10% plusz 10% sebzés. Nektek is bajotok van. Jó, őket akkor még gyorsan segíteni kell, utána idézzük a poszt, vagy utána egyszerre lesz a kettő. Na, végülis visszaérhetnek Noé-ék rendesen. Vagy hogy legyen? Tényleg alapból ezek a fajok nem hoznak magukkal hajót? Na gyerünk! Gyorsan skippeljük át. Nem engedi, hogy olyan gyorsan skippeljek. Ja, néha így egy kicsit megakad. Jöttök felénk, remek. Jó, akkor a fő flottát majd megint azonnal küldhetjük ide. Száguldani fog ezerrel. Lehagyjuk őket. Jó, azt ezután csak elkezdem megidézni azt a vackot. Szokásos mód. Jaj, már megint elfelejtettem, hogy nem vagy. Viszont az ultimate képességem nem töltődött vissza. Így is meg lesznek, csak egy kicsit később. Az, persze. És így már nem is hat rá a deba. Nem mindegy, attól még megkapjátok. Kikette. Kész, ó, éjkat. Gyakorlatilag most
Mennyivel sebzünk többet? Előbb volt 60, és most lesz 85. És 4000-től 6000-ig valamit kapsz. Sebzés. Sötét anyagvihar. Kevés. Sánzorokat. Az már tetszik. Gyógyítás lesz. És még gyorsan, amíg lehet. Támadjuk ilyen jó nagyokat. Sokat sebez. Ugyanúgy ide kérdik a gyorsítás. Elment még egyet. Ez egy ilyen 2000-4000. Elintézve. Most majd a boss. A boss milyen lesz? Diplomácia. Csak pozitívan. Jót, hazaértek a többiek. Akkor el kéne kezdeni a boss-t idején. Ó, akkor még meg tudnánk ezt ki tudjuk kotatni, hát ha ilyen kis előnyt fogadni a boss előtt. Igazából addig mit lehetne csinálni? Hát ugye tuningoljunk mindent, vagy még annyit se. Harcon haton talán még egy kevéskét kéne egy erősíteni. Lajos, megkérhetlek. Ezt valahol emlékeim szerintem volt még... Aha, igen, itt van. Akkor ide küldlek téged, Tomaszett. Tudom, nem szereted, de kell. Igazából már csak így kiskippeljük majd az eseményeket, azt mindjárt idézem a boss-t. Ott volt a boss idézés, csak előtte akkor megnézzük azt, hogy mit ad. Ez a kis vacak. Jó, az itt mindjárt leesik ide. Amúgy kíváncsiságból. Ez a főflotta mindjárt hazamegy. Igen, tudom, nem érdekel. Tudok valami diplomatikai dolgokat csinálni? Hát ha... Nem. De itt laktok, mi? Itt vannak a kalózok. Akkor viszont kár, hogy így külön nem tudok diplomáciákat csinálni. Ez jó neked, még nem tudod, hogy milyen. Na! Akkor remélem most kapunk elég XP-t, hogy fejlődjük még egy kis keveset. Nagyon keveset. És akkor ezt szokásos módon növeljük a támadó erőt. Ugyanúgy növeljük a támadó erőt. Mindenkit felasztítunk egyszerre. Pancsokat föl. Ugye az első két kör meg volt. Te már. Temperage-el. Most itt mindenkit lelassítunk. Bár mindegy. Még támadó erőt. Viszlát! Na, menjünk vissza.
kéne még egy pár őrvős hitát győzni. Kapjuk az XP-t. Ó, 15-ös a max. Jó, kedves, elérted a 15-ös szintet, lehet még fejlődni, hogy összegyűjtesz 99.864 XP-t. Szerintem ez lehet egy külön achievement járna. Inkább már csak skippelem az időt. És már nagyon hova fejlődjünk. Ki lehetne maxolni, de... Még gyorsan tuningolhatnánk a sima hajónkon, az ilyen... tier 6-os boss hajónkon. És akkor itten... tudom... van, igen, vannak. Inkább átugorjuk. Elnézem, itt is teljesítettünk egy küldetést. Kommunikátor. Ezeket hova kapom ezeket a krúlos dolgokat? Itt a hajók, hajóbuff. Vagy ezt akkor meg lehet tudom gyártani? Itt vannak ilyen cool technológiák. Hát, ha ide kaptam, azt most már csak kíváncsiságból. Na ez mit csinált? Aim. Ezt tudjuk. Igen. Nem tudom. Na jó. Kezdjük. Tomaszett, nem bírsz várni, megidézed a baszt. Egy nap. Noi meg, itten elkezd itten napszámosként dolgozni, de csak is az XP miatt, semmi más. És akkor mehet. Meg hát, ha még tudunk szerezni egy kevéske nyersanyagot, hogy még tovább tuningoljuk ezt a hatalmas hajót. 8 aktív képessége van. Ne de! Tomaszett, ne te! Megteszi! Hát, egy idő után meg kell csinálni. Hol a bénítás? Pajzsot, egyébként két buff, két pajzs, no effect 250. Szétlövünk mindent. Neki igazságban is már ütőszeretsen, hogy ebből a legnagyobb pakázni kell tizen, mert ezeket a kicsiket már instantalan. Na se baj. Mivel támadó erőt kellett volna növelni, mindegy. Így is ugyanúgy beköszönünk neki. Jó volt! Kettő meghalt ettől a képességtől. Oda megy egy heal, csak hogy full HP-n legyen. Semmi másért. Már üdöljük szét azt az egyet is. A nagy ágyú, de ez is egy maga megnyitő. Tizenöt. Jó van, mehet. Nem kell az üzemanyag, teli vagyunk. Még így is pluszos üzemanyag mennyiségünk van. Jó. Elkészül 4 nap alatt.
itt az utolsó tuning. Szurkozottan 5 nap. Speed boost. Gyorsabb legyen a szuperhajónk. Zoli, 3 nap. Nem, meg így megpróbálok valami kis XP-t összekaparni innen. Nyersanyag termelésből. Helyes. Mindjárt idéződik a főbossz. Hirdessétek az igényt, hogy leverjük. Oké. Fullosan megvan az összes tier 5-ös bónusz a hibrid hajón, már csak a tier 6-osok maradtak, amik 3000 HP plusz 1 kritik, meg még akkor gondolom egy valahány mennyi sebzés és plusz 2 sebesség és kitérés. Tudós hajók azok itten tuningolhatóak még? Hogyha igen, akkor nem ártana. Nem, igazságban az, amit használunk, az már nem. Akkor most már inkább így várjunk. Skip-skip, megjelenik valami a térkép a radaron. Kristóf, opá! Jön a boss! Atya! Á, lehet, hogy... A fő boss! Az, tök jobb fejét! Ez... 11.000, 11.000 és 20.000, ez a Hardzone HP-ja. Ez meg így... Egyébként ahogy elnézem, ez a képesség így lassú. Hát gyakorlatilag így most időt nyerünk a bosszal szemben, mi? Hát azt akarja a játék. Autokor. Ismételten itt van, csak most már ilyen kis vackokat is el kell pusztítanom. Igen, most megjelennek ilyen portálok. Gyerünk, azokat be kell zárni, és akkor itt jönnek a barátaink, akik küldenek nekünk erősítést. Mivel velük így teljesen szimpik voltunk, 100%-os a prió. Azt mondja, hogy kapunk 2 extra embert. De ahogy elnézem, most más lett a képességük. És egyébként akkor hoztak hajót magukkal, arra még kíváncsi vagyok. Aha, ott vannak a hajók. Jó estét. Engineer. Diligent. Az, milyen nevek vannak itt. 14-es szint. Jó estét. Sötét anyag, ha vagy szelfél, most akkor itt is rámegyünk a láncsára. Szelfél. Szelfél. Nem magát gyógyítja. Tudom. Féláld az X-ként. Nem, itt akkor végigmegyünk. Ezen az ágon? Hogy itt legyen egy fullos tankunk. És itt mit kaphatunk? Nagyon sok mindent. Jól legyen ez. Talán inkább össze. Erre. Plusz HP. És akkor ezt is. És ha egyszer level up-ozzuk, akkor ez itt ki lesz maxolva. Targó. No, ez az, ez kell nekünk. Brutál DPS. Fajhoz méltóan.
Jusqu'à 5. Tizen négyesszín, de rég volt. Itt is a revap, és minden, amik egyéb passzív bónusztad. Sebzésügyileg a legvégét nézem. Ezt még annyira nem ismerem. Kritik, aztán jöhet. Damage, azt ott kimaxoljuk. Ez konkrétan az revapból fog megélni. Jó, itt kapott plusz sebzést. Valahol van még plusz sebzés? Vagy legyen a kritik? Speed. Azért, hogy gyorsabban támad, az is lényeges. Semmi. Jó, azt már képtelen lesz megszerezni. Itt is kritiket kap. Ne bögdös! Vagy kapsz egy akkorát? Nem bögdös, mert... Ja, én se. Ez jobb, mert itt több lesz a ellenállása. Ja, azt is ki kell, akkor azt nem. Jó. És akkor... így a legvégén akkor így elkezdjük elindítani a flottákat. Kell valaki, aki bezárja az itteni portált. Ide elküldjük a barátainkat. Itt a tankot átalakítjuk. És akkor itt... de rég is volt. Az. Köbö, fogjuk rá. Ó! Vigyük Noit. És akkor vigyük a parátainkat. Ó, aha, ott van a hajójuk. És ide csak is ők mennek parancsnoknak. Viszont kíváncsi vagyok, hogy a saját hajunkra így rakhatjuk őket parancsnoknak. Aha, azt azért engedi a játék. Viszont mi nagy hajókat fogunk vinni. Targ. Tehát, tank, DPS, Noi. Tökéletes felállás. Jó, kéne még belőznünk. Ott autó, ott. Ki van maximum, akkor itt is összerakjuk. Na, én nem tudom. Emléletileg bekövetett, szóval tudnia kell, hogy itt vagyok. Lego Lord of the Rings valakinek Lego. Öcsém megmondta véleményet. Lego. Jöhet a fő flottánk. Aha. És akkor kérünk még egy extra flottát ide. Ide alulra. Ki az, aki még alkalmas rá? Kettes flotta. Noi nincs. Viszont van itten egy másik nagy hajónk. Jó, protektor. Ahogy elnézem, a Hunter is mehet. Lajossal és Champion Tamaset vezetésével. Na, itt be kell az zárni, ahogy elnézem, ide egy tudós fog kelleni. Zoli, tedd a dolgot. Zoli! Esküszöm, itt mindenkinek a szeme áttál, le foglak ütni, hogyha továbbra is ilyen idegesítő dolgokat csinálsz. Ide egy taktikus kell. Most nem csinálom semmit. Nem baj. Előre felkészültem. Targ. Tök jó, egyébként Targ konkrétan most a saját hazáját védi. Mentés.
ide kell egy engineer. Úgy érzem, ez Thomaset feladata lesz. Thomaset! Na van, egy pillanat, még a hangot is kinyomom. Nem kérdez, PS, most már azért adjuk abba, jó? És mindenki kint van az űrbe. Az űrös űrbe. Ja, azt meg senki se képes tuningolni. Na és mindjárt jönnek megtámadni minket. Thunder attack! Na, nem mondtam! Nem ez az első alkalom, hogy azt hallom, hogy hülye vagyok. És tökélet most egy ilyen automata a hajóban. Megint csak. Na, őket itt gyorsan tudnál kéne várni. Az ultimate képességet tartogatom a következő harcig. Aztán visszamegyünk a főbázisra, az megnézzük, mi lesz. Hát, nem gyógyítja meg, igazságban most ott a legnagyobb félelemben, hogy ott elkezd gyógyítani. Pajzsokat föl! A lelassítás! Jól jöhet egy heal is. Hogy annyira ne fájjon. 190. Az. 3000. Kapja ilyen 3-5 ezeret. 4 ezer. 2000 meg 3000. Tehát azért ez itt a legerősebb osztag. Nem, azt is nézni, hogy ilyen gyorsan támadnak. Tehát ők gyakorlatilag nem tudtak most megmozdulni. Íme a főtlott ereje. Ja, hogy ti ötösök jöttek el lennünk? Most jön még a boss. Arra kíváncsi leszek. Meg fogsz halni! Arra az ördögöt. Én mondtam. Harkcion 6 leárt. Remek. Nem jön a boss, csak azért se. Fél tőlünk, már fél tőlünk. Látja, hogy milyen erős a flottánk. Látják az asztalod. Látták az asztalod. Ja, persze. Látom amúgy, mit csinálsz. Persze, hogy látták. Na, töltsd be az utolsót. Hol tartottunk? Mondd azt, hogy még a boss jelen létét se láttuk. Újra talán tehetem akkor a... érkező emberkéket. Jeles, jeles, jeles. Korán mentsél. Menjen, csak menjen, csak nyerjünk, csak. Oh. Jókor mentett. Jó, és akkor, ja, az utolsó, még ezt kell itt. Thomasetre bízom. Thomaset! Le van, megtennétek, hogy helyettem elmeritek? Nem jön a boss, mindent tudunk rólad. Az. Na, legalább olyan sok időt nem bukunk itt be. És akkor ugyanúgy a megszokott módon. Na! Nem baj, engem is. Nem,
Jó, van, menj ki a szobába, le kell feküdnie. Először támadást kell erősíteni. Ó, elvasszítás. Pajzsokat föl. Most az, hogyha az OBS adná be a tanalmast. El tudom képzelni. Azt én is. Várj, na mindegy. Azt hiszi, hogy nagyon vicces. Nem szerepelhettél eleget, mi? Nem tudsz live-olni az eleget. Neked, de már viszonylag így a szomba hoztam. Mi jöhet el? És ezt is le kéne egy szedni. Nem? Van, ki tudjátok. Van egy szintem közésem is. 4600. Te majd kéne egy... Boss fight! Egy ilyen trollkodó kisöccsi emlót, akkor tök ilyen berakom így, hogy hosszan mondja, hogy tavaszet. Ha kiátszolt a játékot, akkor jöhet a Minecraft Live. Oh, bak. Ezt nézni fogom. Attól félek én is. Jó, az egyiket bezártuk. Vagy mi lett? Nikola egy fejlődött. Mellettetek se fog unatkozni az ember. Vagy a telep kettővel állj? Az a baj, hogy nem ismered. Biztos olyan, mint a Minecraft. Csak modolt. Befejeződtek a munkálatok, itt skacok. Rend, kettes flottával mi van? Nem valószínűleg lehet, hogy még meg kell várni azt. Ha be lett zárva. Jó, ott még megvárjuk az érkezőket. Megnézzük, mit akarnak. Na és akkor itt tényleg különböző fajok találkozója. Itt vannak a barátaink. Akkor most már egy államos. Így legyengítjük őket, akkor támadó ügyileg az. És kitért. Jó. Milyen modos Minecraft lesz? Hát... Legyen Baruscraft. Hát ez olyan jó. Én mindent tudok. Tám. De. De a mesteremcét hogy fogom én modolni? Képezre sepcések. Látszik, hogy harcos faj. Terek kettő mod. Az is lesz, minden modunk. Modoljuk a hardcore hatot is. Lesz Minecraft mod. Lesz Minecraft mod! Jó, modoljuk a Minecraftot és lesz valami benne egy ilyen Minecraft mod. Aztán. Elvasztán hír. Dimitri.
instant meghalnál, hogyha talál. Nem tudtok célozni, nagyon erősek, de célozni még nem tudnak. Átállunk akkor a meditációra. És meg akkor így növelem a célzásokat. És akkor valami mással kéne gyengíteni őket. Nem állna az, ez kell nekem. Ezzel le tudom gyengíteni a támadó erejét. De nem ez a célzása. Most belíts el. Most, hogy már tudtok célozni, találjátok is el. Mindenkivel. Ja, és bírni is fogja. És bírni is fogja a gépem. Az a baj, hogy bírni fogja. Esetleg kaptak. Az feketékak támadása. Így nem kiméljük őket. Az egy cápa. Igen. Cápa. Ezt tettem. Ezt tettem. Bakker tényleg átcsaraktuk ebbe a revizem módba. Abba mennyit sebezhet. Felgyorsítja saját magukat. No problem. De kérünk egy kis nyílt. És nyilvásságban, hogy ez hogy működik revizem módba. 7000-es kezdés revbe. Na mondjuk kevesebbet is lépünk Tamaszed, de... Tamaszed mód. Hú, jó. Nagyon jó lepeteid vannak. 20% burkolat. Na és... Ilyenkor akarnak indulni ezek a vackok? Akkor is jönnek. Noi fejlődött. Noi! Hogy ezt hallaná? Hú, kell, hogy rá nem lehet bant nyomni. Mindegy, viszont... Itt nem számít, hogyha bevárjuk őket, szóval megyünk ide is, a fő flottával. Oh, itt meg a nagy tankok. Ó, és pancipat. Harkonhat mód. Nem rossz ötlet. És nem ez lesz itt a legnehezebb. Teles pont counterok. Mindegy, Tamaszet és a revizem mód mindent megold. Tamaszet, a revizem mód. Egyébként ez már inkább kezd idegesítő lenni, mint vicces, szóval hagyd. Hagyd a fa. Szegény Tamaszert most nem kap gyorsítást. Nem is azt gondolt. Az akar a fács. Tudod, ezt a nagy kétkilósat kéne idehozni. Ha nem, majd rád teszem tök véletlenül. Én meg szöpjeltem a laptopra. Aha, addig ez. Hé, véletlen volt. Ha valami kérdékelünk, akkor nem tudom. De. Nekem számít. Akkor csak véletlenül nem jutnak a lapátra, akkor az is számít. Nem, az már neked nem fog számítani. Kapcsoljuk a nevet. Egy
bár Keszki is megoldja, ahogy a Keszki. Megsértette a becsületemet. Akkor nem. De tudom, a matriók azok már majdnem úgy harcolnak, mint hogyha a kis hajók lennének, csak nagyobbak a számok meg. Kicsikét látványosabbak. Na, az utolsó hill is elmegy ide. Itt másra tudunk rakni. Jó, még jó, hogy több van ebből a hillből. Nem azt mondtad, hogy ez volt az utolsó? Hát te az egyik hajon. Ja. Hát... Még van egy. Reméljük a legjobbakat. Tetszel. Itt meg akkor ugyanúgy egy önhír. Jó lesz. Helyes. Visszavutatjuk a semmitől halálból. Jönnek a drónok. Drónok 2.0. Ez meg sokat sebez. Jó, lehet ez a képesség is. Most ő visszadobja egy pár körrel. Az a baj, hogy hol találunk szembe. De a senki meg nem merjen halni. Ilyenkor meg már csak sorozni lehet. Azt kicsináltuk őket. És akkor innen ez a flotta is fog menekülni. Nem kell, hogy itt legyenek. És akkor Noékat is hívjuk haza. Noé. Elhiszem, nem majd vicces. Itt az a baj, hogy ez már nem a vicces kategória, hanem inkább az irritáló. Na, viszont ide. Pont azért. Imádom. De akkor el tudjuk támadni a legnagyobbakat azt akkor a szokásos módon. Először is kell nekünk ez. Aztán ez. Aztán meg el. És az első pár sorot már garantáltan megvan nekünk. Támadnak. Pajzsok. Lassítás. És jöhet az ulti. Amint ennyire. Leszették az összes bónuszt, amit kaptam. Nem baj, van még egy. És még így is sokat fog sebezni. Na, így nem tud 9000-re. Mindent kapnak. Egy gombot. Ez gyors volt. Hát persze, mert elhasználtam az ultimate képességemet. De meg így átlag stat. Na, valószínűleg fulkozottan, aztán gyorsabban megcsinálja. Mi? Hát a gombra. De nem történt semmi. Nem, mert kiesik mindig a jel. Ja? Na, azt nézzük. Várj, te megnyomtál egy gombot?
Jó, mindent megszereztünk. És most mehetünk szétverni ezt a valamit. Grad... Sok szerencsét, kommandár. Na most fogsz meghalni. Lehet. Megyünk haza. Mentés. Tudod, ki keresve. Nem, nem, most ment. Afra. És akkor megyünk. Skacok. Indítjuk a főflottát. Én, Furka Zoltán és Zoli. Furka Zoltán! Mindent megjavítunk. Itt van a Final Boss. 6000 HP-val, viszont maximálisan csak 1500 az, amivel sebezhető. Túl egyszerű. Várjunk. Szokásos bónuszokat ellőröm. Nem sokat mondom, ez túl egyszerű. Mindenfélét ide pöfög meg ide fing. Ó, elassítás. Sokasson rá, pajzsokat föl. Még nem minden. Frontális ütközést hanyag, legalábbis az ultimate képességünket. Ja, persze, 1500 sebezhető max. Akkor viszont... Ja, nem végezhetünk ki olyan gyorsan. Viszont akkor is még rengeteget sebzünk. Minden test... Jó, most már kezdett így elcsúszni a test részének a támadása. Ez figyelj, szerintem is gyanúsabb vagy. Szépen törik össze. Vagy csak te vagy tudó. Ja. Hát ez így egy kicsit, hogy nem mondjam azt, hogy... Nézi? Egész sorról csak szívesz. Aha. Na. Visszanézhető a lág. Good lag. Így már boss. Kicsit bátorít arra, hogy meghallja. Még mindig 1500-ös pas van rajta. Az a baj, hiába van olyan OP kombom, hogy belesebezzek több ezret, 4000-et, 5000-et, hogyha max csak 1500-et sérül el. Úgyhogy már egy kevesebb dobtam, hogy is elveszik egyébként. Meteorutot lőtt ki most rám, vagy mi? Jó.
körönként is elfogyasztott, hogy jók lesznek. Különként is eszélyeseket tudom ezt megjösszni. Folyamatosan sebezni. Piros, mint ide ez egy kép lenne, egy kép bőr és az a nyelve. Ugyanúgy az a bosszene. Jó, meg a zaurék, most jól jönnek a zaurék. Mivel így elosztjuk a sebzés mennyiség. Na, nem is nemes, nem sérül olyan sokat, nem. Na, meg itt lőjük szét már mi hamarabb. Nulla, azért meg látjuk, hogy ez a főhajó. Tényleg annyi negatív debuffot fog kapni, hogy itt tényleg ki fog lógni a képernyőből. Jó, azt ott leszedtük. Na, most már nyelve sincs. Viszont biztos, hogy két HP-ja van, mivel oké, hogy volt egy extra HP-ja. Szóval így megkérdőjelezem, hogy nincs esetleg több. Azt tudtam, hogy így nem tudom, hogy van egy ilyen pusos formája. Pusi-musi. Ezeket egy mindig többször bírjuk. Tehát elnyomtunk egy heal, meg a vámpír képességek, azok így tökről visszegyünk rá. Ez is ezelőtt. Jó, ezzel kivégzem a tetejét. Ott vannak, még itt a szeme is nézzétek, az is ilyen elektronikus. És akkor jöhet még egy OE-nél. És akkor egy OE-nél bekerült eddig egy fázis. Láncsa. Ó, minden is ott mindenre? Úgy már kifagytuk így a nagyon sebző. Buffokból. Akkor is kéne egy új, oké. Akkor innen szívek legyen is a HP-t. Jó, és akkor még tovább bukkoljuk magunkat. Akkor akkában az 500-at csevezzük mindennel. Figyelj, annyit mondtuk, hogy lesz. De akkor abborra már vegyék le a pajzsot, ne? Egyébként nem olyan kemény. Lesz egy másik fázis. Lesz egy. Csak az elektronika fog rajta látszani, figyeld meg, lesz. Nem ez a... Akkor ez. Jó, ez is közel ezelőtt. Pajzsokat föl. Csak két heal kellett eddig. Jó, itt meg akkor átváltunk erre, és így szemszorosan váltják meg egymást a grupok. És akkor ezáltal így nagyjából úgy... Ja, hogy HP-t rossz. Nagyjából úgy végtelenesítve lesz ez a folyamat. Itten ilyen ezelőtöket sebezzünk bele. Elég, van a gyorsítás ide. És van egy nagy sebzés, minek csak az egyet szóljon, de még vannak ellenőres. Ezzel a tudok.
Viszont ahogy elnézem, ott van egy agya. Meg már nagyon vérszenet kapott. Lassítás él, oké. Yes. Minden elismeresen jól néz ki. Legalábbis a maga módját. Jó, hasson mindenkire a lassítás. Akkor lelassítjuk ott a közepét. Jöhet a zászló. Szene közepe. Aj, sötét anyag, mint a har. És meg az is tudom, hogy ilyen többet fog sebezni. Meteoritot vág hozzám, vagy mi? Háj, azt is lelassítom. Jó, mert van meg az összes ilyen bónusz. Belőle maradja. Ígéletet is. Még egy azt kéne. Viszont ahogy elnézem az egyik bónusz, az így véget ér. Majd mindjárt újra kell használni. Ó, és meg is halt. Ott tanul. És figyeljétek, smatom. A nincs hiszen általában azon szoktam lenni. Azon megyek fel. Ja, lesz egy amit a nács videó. Meg a bőrtől még mindig harccal tuti. Lesz egy olyan állapota. Gyorsítás. Minek pajzsok. Jó, ez most nem kell. Így is 1500 a minimum. Csak ez az egy világ képesség van. Na viszont ilyet a erősítés. Lenne a tepok volt. Ott bepánikoltak. És akkor itt OE van. De az... Tassítás miatt most nem alkalmazzuk azt. Viszont elmélet közepetileg nyert. Ez is jöhet. Tényleg vagyok, így a boss fölé repülünk csak azért is. Pajzsok, pajzsok. Vagy elnézem, most körönként el lehet sebezni. Gondolt egyet, és ja, kérem a pajzsokat. A Zoli azt pedig nem tud. Jó van. Egyik öltök sem csinálja, amit akarok. Más titok van, hogy van nekem egy fenyőgyító képesség is. Jó, itt meg életlopás lesz.